Szervusztok gyerekek és felnőttek! Ma Jókai Mór egyik kiváló alkotásáról lesz szó, az Aranyemberről. De mielőtt belevágnánk a lecsóba, egy kicsit ismerjük meg Jókait. Jókai Y-nal 1825. február 18-án született Komáromban. Egy nemesi családba született, szóval nem volt valami rossz dolga. Amikor 12 éves volt, apja meghalt, aki ügyvéd volt, és emiatt tele volt a ház könyvekkel. Hát annó nagyon tartották az egyensúlyt, nyersz valamit, elvesztesz valamit. Kicsit ugorjunk előre, Petőfivel havarok lesznek, és mellé áll a forradalom idején, ezért a nevét később Jókairól Y-nal Jókaira I-vel váltja, mert ő a parasztokat és az egyenlőséget képviseli 1848-ban. A forradalmat leverik és bujdosásra kényszerül a feleségével, aki amúgy Labolfalvi Róza, és ő egy ilyen városvezető akárki, szóval nem kellett sokat bujkálniuk. Ezután boldog életet, bla bla bla, ameddig meg nem halt 1904-ben. Sok művetű írt élete során, többnyire egyszerű nyelvezettel, hogy a mindennapi ember is megértse, és a karakterek fejlődése inspiráló lehetett annak abban az időben. A végződés általában happy end, mivel Jókai igen optimista ember volt. Na de viszont most térjünk Jókai aranyművére, az Aranyemberre. Jó, ez nem volt vicces, befejezem. Amúgy a mű elég hosszú, szóval... A regény a Vaskapu bemutatásával kezdődik, mely a román-szerb határon található, és a legveszedelmesebb hajóutak közé tartozik. A hajót Szent Borbálának hívják, és igavonó állatokkal húzatják végig a parton, vagy a part fele. A kormányos Fabula János, Timár Mihály a hajóbiztos, Trikalis Euthim és lánya Timea, valamint a legénység tagjai. A rakomány búza, amely Timár Mihály tulajdonában van, hirtelen hatalmas viharba kerül, és a zár egy malom romjait sorolja feléjük. Timár megpróbálja eltéríteni útjukból a malmot, így öt emberével csónakra száll, és egy örvénybe vezeti ezt a malmot. A vihar után azonban nehézségek merülnek fel, egy török hadihajó követi őket, így Timár Mihálynak ügyességét össze kell szednie, hogy megússzák a kalandot. A román oldalra irányítják a hajót, és ott megmenekülnek. Hát igen, megcsináltam. Itt vagyunk Romániában. Na várj, hol a pénztárcám? Ezek után viszonylag nyugodt körülmények között megérkeznek Orsovára, ahol ellenőrzés során biztosítják a hajót, hogy nem érintkezett pestissel sújtott településekre vagy emberek kezébe, vagy fertőzött tárgyak vannak el a hajón. Folytatják utukat, de olyan ellenszélbe kerülnek, hogy kénytelenek kikötni az első szembejövő szárazföldnél. Ugye rá is bukkannak egy szigetecskére, az senki szigetére. Itt csak két ember él, Teréza és a lánya. Itt maradnak estére, és ugye találkozunk egy másik karakterrel, ő lesz az ellenfél az egész történetben. Úgy hívják, hogy Christian. Christian egy olyan csávó, aki el akar adni mindent arról, amit el tud adni a szigetről. És azzal vádolja az ott élőket, hogy bejelenti a szigetet, és aztán majd kell fizetni nekik is ugyanúgy adót. Jaj, ne! Christian kiderül, hogy valójában ő félig egy török kém, mivel Euthim megismeri őt, és utána elmondja Timádnak, hogy Euthimnak a valódi neve az az, hogy Euthim mondja el magáról, hogy a saját neve az valójában Ali, és hogy ő régen Törökországban volt egy hatalmas nagy pénzes bankár, vagy mi a franc, csak hírt kapott arról, hogy meg akarják ölni, és ezért elmenekült az országból a lányával. És ugye félt, hogy beköpi ez a Krisztián, ezért öngyilkos lett, és megmérgezi önmagát.
Vizsi, miatt fel akarok egy pár dolgot, ezért kérek tőled a lányomat, mikor eljutsz kóbáromba, vidd a Brezovics. Ja, és mielőtt meghalnék, Epstein nem volt öngyilkos. Micsoda szomorú nap ez mindenkinek. A hazaúton hajótörés történik, a buzza lázik, de senkinek nem lesz baja. Se a pénznek, már ha a románok már el nem lopták. Tímeát eljuttatják Brazovicsahoz, ahol szolgaként bánnak vele, és nekem csak itt esik le, hogy mennyire hosszú is a mű, és hogy mennyire úgy utálom önmagam. De haladjunk, mert még van egy kicsi belőle. Tímár Mihály megtalálja Alinak a pénzét, és úgy, mint egy bármilyen észszerű ember meg akarja háromszorozni azért, hogy Tímeát el tudja csábítani. Ez szépen meg is oldja, és meg is sokszorozja a pénzét. Brazovics is megpróbálja utána csinálni, de egy rossz befektetés után tönkre megy jóformán, és a saját lányának az esküvéjén guttát kap és belehal. Meghaltam. Ezért a lányt, aki pénz nélkül maradt, elhagyja a férje is. Tímea megörököl mindent, és ja, Tímár elveszi Tímeát, és boldogan élnek, de Tímea valójában nem is szereti annyira Tímár Mihályt, szóval hamar tönkre is megy ez a kapcsolat. Tímárnak fia lesz, vagy gyereke lesz Noémitől, és észreveszi, hogy Tímea is másba szerelmes. Szóval Mihály véglegesen is a Senki szigetére költözik. És boldogan élnek, ameddig meg nem halnak. A cím végül is onnan jön, hogy Mihálynak is ugyanúgy, mint Midasnak, semmiből lett sok pénz, és akkor tette a kezünket, ott a pénztermet. Bár mind a kettőknek megvolt egy csomó pénzük, egyikőjük se volt igazán boldog. Akár egy román politikus. Na ennyi is lett volna amúgy az egész videó. Ha talán ő nézi, elnézést szeretnék kérni, hogy ilyen későn tudom csak beadni, mivel egy kicsit, hát hogy mondjam, kicsit úgy éreztem, hogy könnyebb lesz ez, de valójában nem, mert még sose csináltam egy ilyet. Vagy legalábbis egy ilyenszerű videót, ez még nekem is új. Nagyon sajnálom, remélem tetszett, és mindenki másnak remélem tetszett. Én Lóri voltam, viszont.